az olimpiai nyolcadik helyér is csak egy olyan, hogy mondjam, pénzügyi elismerés járt, amiből sose fogom elfelejteni, meg tudtam venni életem első szekrény sorát egy Nóra, Nóra bútort, akkoriban az nagyon trendi volt, és azt képzeld el, hogy ez olyan nagyon sokáig megvolt, hogy már, már bőven tévéztem, már bőven önálló egzisztencián volt, és volt saját lakásom, és mit tudom én, és még mindig a Nóra, Nóra bútorból öltözködtem meg azok Ne, de te ennek utc, hogy... értéke volt. Hát ez... hogy ne, de ezt természetesen. Sova tetted, eladtad? Hát aztán el a, a végén azt hiszem, hogy amikor, amikor a lakásomat eladtam, és másba forgott, akkor ott hagytam, ha jól emlékszem, valaki azt mondta, hogy neki ez itt tetszik, mondom, szíves lenni, akkor ezt bele. Hát persze nyilván nem, nem jelent meg a vételárban, de, de, vicces volt. Önök hétről hétre csütörtökönként a Best Magazine podcast beszélgetését hallhatják. Ezekből az őszinte beszélgetésekből megismerhetjük az általunk nagyra becsült színészeket, zenészeket, művészeket, sportolókat, Ez életük legszebb, legféltettebb, legfájóbb titkaikat. Best Podcast, kezdjünk! Csisztu Zsuzsa, egykori olimpiai, nyolcadik helyezett Szőul. Hát olimpiára készülünk, akkor olimpiáról beszélgessünk egy kicsikét. Mész Franciaországba az olimpiára, ezt most itt, ahogy bekapcsoltuk a kamerát, meg mikrofont mondtad. Azért ez nagyon jó. Hiába voltál ezer olimpián, szerintem mindegyik más és más, és mindegyikre készülni kell. Ha csak nem pihenni mész. Ah, nem nem pihenni vagyok. Köszönöm szépen a meghívásodat, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. E, igen, ezer olimpián még nem voltam, és valószínűleg nem is leszek, mert azért annyi évet, sajnos én még én is fogok de élni sokan valószínűleg. Voltam. De sok, tény és való ugye azzal együtt, ami versenyző voltam, összesen nyolc olimpián jártam már, ebből azért van két téli olimpia, de hát azok ugyanolyan felkészültséget igényelnek, úgyhogy ez lesz így összességben a kilencedik olimpia, ami azért tényleg ahhoz képest, hogy talán még nem vagyok olyan öreg, ez egészen szép számnak tűnik. És ebben tökéletesen igazad, hogy mindegyik olimpiára készülni kell. Tehát az olimpia, függetlenül attól, hogy az ember napi szinten benne van a sportban, és én a mostani tevékenységeim miatt is tulajdonképpen azt szoktam fogyaszt mondani, hogy mindenhogy fogyasztom a sportot, és minden formában állítom is elő az ehhez ö, ö, csúnyán hangzik ö, tartozott tartalmakat, de ugye ma már, már erről beszélünk, hiszen ami, amit most mi itt beszélünk, ennek nyilván lesz írásos formája, stb. Tehát a hasznosítása egy gondolatnak annyi féle fajta, hogy tényleg az ember már nem tud konkrétan videókról, meg hanganyagról, meg egyebekről beszélni. Hát úgy kapjuk a levelet, ami először engem bántott, hogy kedves sajtó munkás. Igen. Diploma, meg újságíró iskola, és sajtómunkás munkás lettem. Hát, hát, igen, igen, igen. Hát valahol, valahogy igen, ugye generalizálni kell nyilván a megszólítást, és akkor ennek ez a, ez a vége. Hát igen, mindannyian bizonyos szempontból a sajtó munkások vagyunk, ki itt, ki ott, ki amott. De én azért szeretem az újságíró kifejezést, és szerintem az egy egyrészt jól körbeírja, hogy miről is lenne szó, hogy ebben az az írásnak is egyfajta tisztelete, egyfajta ehhez való viszony, a, a magyar nyelvnek a szeretete, a hozzávaló viszony is benne van, és az, hogy ezt mondjuk beszélt nyelv formájában is műveljük, az szerintem egy külön, külön fejezet, és szerintem igenis szükséges az ehhez tartozó tudás és, és, fölkészültség és adott esetben képzés, vagy, vagy folyamatos képzésen tartás, gondolok itt akár a beszédtechnika órákra, bármi egyébre. És a televízió, ugye amikor már a képalkotás is ott van, amikor az embernek még fegyelmeznie is kell magát egy picit jobban, mint amikor egy mikrofon mögött csak idézőjelben a hangját lehet hallani, az pedig én mindig azt mondom, hogy aki, aki nem csinálta, lehet, hogy nem így gondolja, de én most is azt gondolom, hogy pláne egy pláne egy nagy stúdióban, ahol több kamera van, ahol élőadás van, ahol a piros lámpá kigyulladása után abba kell beszélni, ahol irányt kell váltani, ahol a vendégekre figyelni kell, ahol a tartalomra, ahol a fületben beszél a szerkesztő, ahol időre ki kell kapcsolni. Ott annyi tényező van, hogy én most is azt mondom, hogy az élő televíziós adásnak a, a, a vitele, mint mondjuk egy, egy műsorvezető. Ö, minőségben szerintem ez az egyik legkomplexebb munka. Egyébként vagyfajban. a, profizmusodra val, hogy ez is csak adás előtt indult, hogy mész francia órára, tehát angolul csúcs szinten beszélsz, hiszen kint tanultál Amerikában. nyilvánvaló, hogy magyarul, aztán a többi nyelvet nem tudom, de ha Franciaországban mész, akkor franciául kell beszélni, ezért minden tiszteletem most a tiéd. Nagyon köszönöm, és igazán jól esik. Tényleg komolyan gondolom, hogy, hogy a Párizsi Olimpia közelsége nyilván egy jó apropó volt, amikor például az oroszországi labdarúgó világbajnokságra készültem, akkor egy fél évet jártam újra, kicsit felfrissíteni az egykori orosz tudásomat, mert hát valljuk meg én, de talán még te is az a generáció Na, vagyunk, akik hát, talán. Én idősebb vagyok, túl, mint tehát hogy ne. És nagyon bosszantott, hogy egyébként elvesztegetett évek voltak azok az iskolában, mert nem úgy tanultuk az orosz nyelvet, sőt, nem is akartuk tanulni, sőt, most hát, nem akarom kifejteni az ehhez fűződő lelki viszonyunkat, nyilván mindenki pontosan tudja. Haszondalan dolgokat tanultunk a vörös térről, és Lenin Hát nyilván jobb lett volna, ha tudunk érni kulturáltan, egy pohár vizet, és a többi, és a többi. Ugye ezek mind a feledés homályába merültek. És bevallom teljesen őszintén, hogy nekem a mai sportuságírói munkában, sőt a sportdiplomáciai munkában óriási hasznát venném, hogyha beszélném az orosz nyelvet. Nyilván nagyon sok mindent azért úgy, úgy még el tudok csípni. Most azért persze ezt megint lanyhult, mert már ezt akkor frissítettem egy kicsit föl, amikor az oroszországi világbajnokságra utaztam tudom olvasni a cidl betűket, és a többi, és a többi. De úgy érzem, hogy ez egy, ez egy, az sajnos azért ez egy, egy halott tudás. Jó, de visszahozott Na most a, franciá a franciával pedig úgy vagyok, hogy ezt, azt tudatosan kezdtem el, amelynek az egyik állomása nyilván Párizs. Párizsra még nem fog beszélni, mert ezt alig két és három, két és fél hónap ezelőtt volt időm igazából ezzel elkezdeni foglalkozni. De nekem hosszú távú terveim is vannak a franciával, tehát nem fogom abba hagyni majd a, a olimpia után bízom benne, hogy az a három hét az, az jól megcsípked, és talán még nagyobb kedvel fogom tudni majd ezeket a magánórákat beleilleszteni az életembe. Egyrészt azt gondolom, hogy nagyon fontos az ember elméjének a frissen tartása. Tehát, hogy új információkat, új dolgokat próbáljunk azért még mindig bele, bele plantálni ebbe a kis, 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 tekervényes dologba itt. Másrészt tényleg nem gondolom, hogy, hogy, hogy van annak határa, hogyha az ember igazából szeretne új is ismereteket, információkat elsajátítani, legyen ez akár egy nyelv, akkor miért ne tehetné? Persze, igazából megtanulni azon a szinten egy idegen nyelvet nyilván nyelvi környezetben lehet, Hát majd, ha fiaim felnőnek, és, és már nem lesz rám, akkor a szükség, akkor lehet, hogy majd. Biztos, hogy mindig hónapra. majd jönnek az unokák. ja, <géndolat único ha feminist> Szerintem ne dőj hátra egy percre okay. Mi lesz a dolgod most Franciaországban? Hát nagyon komplex feladatom lesz tulajdonképpen. Ugye itt volt egy, nem akarom ezzel a mi nézőinket, vagy olvasóinkat különösképpen untatni, de volt ugye egy ilyen nagy, nagy belső átalakulás itt hazai médiumok vonatkozásában. Én már évek óta szabadúszóként dolgozom sokféle médiumnak, és többek között például a Sportrádiónak dolgoztam, amely két és fél évvel ezelőtt indult, amely most már nemzeti sportrádió lett az elmúlt hetek történéseinek függvényében, tehát a közmédia részévé vált, illetve a nemzeti sport, mint ugye Magyarország legismertebb és talán legpatinásabb sport lapja, illetve vannak az online felülete, meg a közösségi felülete, mint NSO online, ezeknek azért újságírójaként dolgozom már egy jó ideje. Most mindkét minőségemben utazok tulajdonképpen ki a Párizsi Olimpiára, tehát feladatom lesz napi szinten a rádiót tudósítani, sokféle feladatkörben, sokféle ö, ö, témában, és ugyanez a helyzet, hogy már van egy napi beosztás arra, hogy én mit, mikor, hogyan írok, úgyhogy ez munka bőven. Két vesztességedről kérdeznélek, ha veszteség. Az egyik szőul, hogy vajon a nyolcadik helyezést azt veszteségnek érted meg, vagy az is jó volt. A másik pedig, amikor a Digi TV től mint alapító tag voltál, és hát küldtek, és aztán mentél. Okay. Tehát ott azért egy szép karrier volt, persze az ember akkor nem tudhatta, hogy egy új, új élet kezdődik, és talán jobb, mint a digitévénél. Tehát ahogy szokták mondani, kinyílt egy új kapu, vagy egy új ajtó, ami sokkal jobb, mint az előző. De vajon mennyire, mennyire vagy veszteség tűrő? Én azt gondolom, hogy, hogy azért már megtanultam, talán vagy kezdem megtanulni azt, hogy, hogy bizonyos ügyek, amelyek nem olyan végkimenetel lezárulnak, mint ahogy én ezt elképzelem, az egyáltalán nem biztos, hogy, hogy hosszabb távon nem valami, ahogy te is fogalmazol, másnak, jónak, újnak a kezdete. Szóval visszatérve, semmiképpen nem érem meg azt, hogy én nyolcadik lettem ott a magyar csapattal együtt. De akartál volna olimpiai aranyérmes lenni? Tehát benne volt ez a kalapban? Minden kis gyerek szerintem, kis sportolni ez pláne Magyarországon az úgy kezdi el, hogy olimpiai bajnak akar lenni. Ez, ez teljesen komoly gondolat. Én, mikor a Nagy Jekomanecsit láttam 76-ban kis, kislányként a tévében, akkor azzal rohangáltam körbe a lakásba, hogy anya, én akarok lenni a himlusz a még a himnuszt sem tudtam jól kimondani, úgyhogy azt mondtam, hogy himnusz a dobogon. <laughs> Na hát ez aztán szállóigélet, természetesen, úgyhogy szólt is egy jó párszor nekem a himnusz, a magyar himnusz persze a dobogon, később más nemzetközi versenyeken, és a többi. De azért azt tudni kell, hogy ugye a Szöult megelőző Los Angelesi Olimpia, mind korban, mind azt azt gondolom, hogy az akkori versenyzői kört nézve talán nekem ideálisabb lehetett volna. Tehát ott, ott ugye edzőtáboroztunk a román női tornász. Válogatottam nagyon sokat, megmérettük magunkat hozzájuk képes, nagyon ott voltunk szorosan a közelükben, pontokban, torna tudásban, és azért ne felejtsük el, hogy a románok nem vállalva a bolygót. ők ott voltak ezen a bizonyos Los Angelesi olimpián, Uram, bocsánat, ráadásul Szabó Kati, ugye, mi a Katyarén Szabó, ugye a román színnek indult, de mégiscsak csak magyar uh, volt, ő meg le is tarolta gyakorlatilag az egész Los Angeles olimpiát, a négy arany meg lett az egész olimpia legeredményesebb versenyzője, férfiakat, nőket is egybe számítva. Hát azért ilyenkor fájt a szívünk sokunknak, nem csak nekem, és az egész Los angeles i bolykott uh, okozta veszteség miatt. Ugye négy évvel később az már önmagában nagy dolog volt, hogy volt egy nem bolykottált olimpia, a Moszkvai meg a Los Angeles után. Az, hogy ezért a magyar csapatba bekerülni is, akkor egy nagy dolog volt. Nem, nem úgy néztünk ki, mint most, ugye, hogy, hogy csapatunk sincs sajnálatosan hosszú-hosszú évek óta, illetve van, de, de nem tud kvalifikálni a legjobb 12 közé. Mi azért ott a világ, világ 8-10-6-8 csapata legjobb tornászai között ott voltunk, és szerintem ez egy, ez egy nagyon nagy szó. És most is úgy gondolom, illetve annak a, a, a rámeső részét is nagy végül is Örömmel élem meg, és erre így tekintek vissza, hogy ugye négy jól sikerült és hibátlan kötelező gyakorlatot és négy szabadon választottat mutattam be, akkor ugye még ez volt az elvárás, tehát azért egy egészen másfajta terhelésnek volt egy-egy tornász kitéve. Ott, ott ahhoz, hogy valaki egyetlen döntőbe kerülhessen, mint ahogy ugye mi a, a legjobb nyolc csapat egyike voltunk, ahhoz ahhoz azért ezt először le kellett tenni az asztalra. Nagyon sokat változtak a tornaszabályai. Lett később ugye ez a szer specialista lét, amit talán a, a nem szakemberek is érzékelni fognak, hogy például bárki Krisztián 2012-ben Londonban már úgy nyert, lólengésben olimpiai bajnoki címet, hogy kettő gyakorlatot csinált az egész olimpián. Egy lólengés gyakorlatot a selejtezőben, egyet a döntőben. Az még ráadásul nem is sikerült neki túl jól a selejtezőben. Hála Istennek, hogy fantasztikus tornászunk, és a koncentrációt a legfontosabb napra, legfontosabb pillanatra tartogatta, és ott a döntőben megcsinálta a világ legjobb gyakorlatát, ami akkor egy olimpiai bajnoki címet ért. De hogy itt nyolcat kellett, mondjuk akkor még csak ahhoz, hogy az ember döntőbe kerüljön, ott kettő elég volt a győzelemhez. Tehát, hogy picit más volt a sport sportolók, meg a tornászok terhelése, más volt a napi elfo, elkopás, inkább így mondanám. Ez oka is volt annak egyébként, hogy azért a, a, mi generációnk sokkal hamarabb abba hagyta a sportot, mert, mert olyan mérhetetlen terhelésnek voltunk kitéve, olyan sok nem tudom jobb szóval mondani, üzem órát kellett eltöltenünk a tornaterembe, hogy az a négy kötelező és az a négy szabadon választó gyakorlat tökéletes legyen ahhoz, hogy az ember egyáltalán beszállhasson a nagyok versenyébe, hogy ebben bizony azért elkoptunk. Ez a napi, napi 8 óra edzés, ez a kétszer négy óra, 15, 16, 18 éven keresztül ez azért eszi az izületet. És volt valami konkrét oka, miért te abba hagytad, vagy egyszerűen ez, amiről most beszélsz? Nem, ugye én akkor még nem hagytam abba, sőt, utána én még azért elkezdtem a következő olimpiai ciklust, indultam egy újabb világbajnokságon, csapatban Onodi Herriettával együtt Stuttgartban, ott is nagyszerűen szerepeltünk, az, és aztán utána az élet kínálta lehetőség fordított, egy nagyot az én sorsomon, és a válogatottságot a, mondjuk így a tanulmányoknak a előtérbe helyezésére helyezte, hiszen megtalált egy amerikai egyetemi ösztöndíj, amit Isten igazából ma már nem azt mondom, hogy természetesnek veszünk, de ma már nem, 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 nem akadunk fönn ezen, hogy hát egy sportoló kap egy, egy ösztöndíjat az USA valamelyik egyetemén, na de akkor György, a rendszerváltás határán volt. 89-90. Ugye 89-ben kellett elkezdeni a levelezést, meg a vizsgára való készülődést, a nyelvvizsgára, hogy egyetem szóba kerülhessen az, hogy én ki tudok oda jutni. Egyébként magam sem a szülei megengedhették volna maguknak, hogy ha mondjuk egy fizetős egyetem, és azért ez egy fizetős egyetem, egy elit egyetem volt, hogy mondjuk kifizessék azt a tandíjat, amibe még a repülőjegyre sem telt volna nekik. Há, nem, nem. Ugye művész emberek voltak a az szüleim. Azt kell mondanom, hogy hogy nem nélkülöztünk, de hát soha nem, nem volt semmi, talán mondhatom azt is, hogy plusz tartalék ettől is, amit függetlenül, amit ők így összekuporgattak a kis művész életükön keresztül, az az megsüvegelendő, és én azt igyekeztem mindig a lehetőségekhez képest tényleg itthon tartani, és jól sáfárkodni vele, és beforgatni egy kisebb lakásba, majd egy esetleg egy picivel nagyobb a szobba, valahogy így alakult. De szó nem volt róla, nem is ismerték, hogy egyáltalán miről is szól ez az egész dolog. Még az volt a szerencse, hogy én ugye, ö, hát ilyen bújtatott sportálásban én azért akkor már úgymond profi sportoló voltam, sok-sok Sporttársammal egyetemben, amit persze titkolni kellett, pláne az amerikaiak előtt. Hát ezt csak úgy kell elképzelni, hogy kaptunk, ugye volt sportállásunk, aminek akkor eleinte nem ez volt a neve, hanem, hanem voltam én kézbesítő, a postásnál, meg mit tudom én, sportinstruktor, meg ilyen kit, ugye milyen. Nem, nem egység. De dolgoztál Munkak is ebben? Körünk? Vagy hát nem kellett? Nem, ez, ez nem. Mert az összes sportoló azokban az, az években, amit tudom én, a 80-as éveknek, itt a puhuló szocializmus által kínált rendszerében, de hiszen, ne felejtsük el, akkor az olimpián és amatőr sportolóknak volt csak szabad indulniuk. De az összes szov, szovjet sportoló, az összes román, mindenki nem volt amatőr senki sem. Sem a szónak a, 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 hogy mondjam, a fizikai értelmében nem volt amatőr, hiszen csak ennek szentelte az életét, tehát azt a napi 8-10 órát csak a sportra szánta. Az már önmagában egy professzió, egy munka, ugye a, 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 a profiválvásnak egy, egy léte, és hát nyilvánvalóan valamilyen, az országnak a berendezkedésétől függően valamilyen juttatást kapott ezért, vagy ilyet, vagy olyat. Valaki lakást, van aki nem tudom, mit szó, szóval hogy megkaptál, kaptál valamit. És hát nekem, nekem volt sportálásban fizetés sem fizetés semmit. Volt Tehát nem, nem kaptál benzinkutat, nem kaptál nem kis kocsmát. Sojn... Sőt, az olimpiai nyolcadik helyér is csak egy olyan, hogy mondjam, pénzügyi elismerés járt, amiből sose fogom elfelejteni, meg tudtam venni életem első szekrény sorát egy Nóra, Nóra bútor akkoriban az nagyon trendi volt, és azt képzeld el, hogy ez olyan nagyon sokáig megvolt, hogy már, már bőven tévéztem, már bőven önálló egzisztenciám volt, és volt saját lakásom, és mit tudom én, is, még mindig a Nóra, Nóra bútorból öltözködtem meg azok abban. Ne, de ennek eszmei értéke volt. Hát ez... hogy ne? De ezt természetesen... Sova tetted? Eladtad? Hát el aztán a, a végén azt hiszem, hogy amikor, amikor a lakásomat eladtam, és másra forgott, akkor ott hagytam, ha jól emlékszem, valaki azt mondta, hogy neki ez itt tetszik, mondom, szíves lenni akkor ezt bele. Hát persze nem, nem, jelent meg a vételárban, de, de, vicces volt. Szóval visszatérve erre, nem, a szüleinek semmilyen mód, módon nem lett volna erre lehetősége, sőt, ugye az ösztöndíjnak nem része a teljes ösztöndíjnak, amit én elnyertem, a lehetőség, hogy valaki az utazási költségeit is az egyetemtől kapja meg, hiszen alapvetően amerikaiak kapják ezt az ösztöndíjat. Ez tehát azt jelenti, hogy az, hogy valaki Amerikán belül mondjuk ide utazik, vagy oda utazik, az egy amerikai családnak nem költség ahhoz képest, hogy nem kell fizetni tandíjat, nem kell fizetni ellátást, nem kell fizetni ö, adott esetben a tankönyvek költségét, mert ez a nagy tétel. Az összes többi ilyen kis kiegészítőne, na de nekünk, magyaroknak, hát neki oda juttatni a gyereket Budapestről, Minneapolis, Szent amikor így lehetett menni, hogy Budapest, Frankfurt, Frankfurt, New York, New York, Chicago, Chicago, Minneapolis. Hát mire kigazdálkodtam az összes pórolt kis fizetésemből ennek a repülőjének az árát, majdnem minden elment. <laughs> Amit Mennyire voltál 20 évesen ö, egy talpra esett kislány, nagylány? Mert ma egy 20 évest megnézel, akkor még otthon körbeugrálja az anyukája. Hát nekem, nekem a, 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 az élet tanulását ö, ezek az egyetemi évek hozták el. Tehát ö, Szerencsére egy gyakorlatias karakter vagyok. Ezt, ezt anyámtól örököltem. Tehát ő egy, egy roppant, ügyes, nagyon gyakorlatias nő volt. Persze nagyadag művészi érzékel is megáldva, de, de ő, ő, ugyanúgy be tudott verni egy szöget, össze tudott rakni egy elemes bútort, mint ahogy le tudott festeni egy csendéletet, és közben ugye a zene volt alapvetően az ő hivatása, és fantasztikusan főzött, és, és egy ilyen családi olvasztótégely hangulatot tudott kreálni, tehát mindig... Ezt azért örököltett tőle. Ebből sokat, sokat kaptam tőle, hál Apám volt a nagy kommunikátor, ő ugye az élőfát is meg tudta szólaltatni, tehát ebből is hozok valamit. De apám nem volt annyira gyakorlatias, tehát ő inkább a klasszikus művészlélek, ugye a grafikus és festőművész. Úgyhogy, úgyhogy, nagyon sok mindent hoztam anyámtól, amire nagyon sokáig nem volt szükségem, mert körbe voltam ugrálva én is, mint a féleért sportoló. A kora reggeli kerés, a késő esti fekvés, a mossuk ki a amire ő föl kell, ne kelljen ezzel bajlódni, stb. Na most, amikor az ember belecsöppen egy ilyen vad vadonatúj életbe, a világ tényleg másik felén. És azért ne felejtsük el, hogy ez a telefon telefonkorszak, ugye? Tehát nincs, anya, hogy kell azt, hogy most a nyomom meg a mosógépet? Vagy, tehát semmi ilyen, semmi levél. Levél. A paprikás csirke receptje a következő néz ki. És ezt most írd, és most ez így volt? Tehát levélben érkeztek a receptek, hogy az első év az ott is kötelezően ilyen kollégiumi ö, ö, ellátás, ami nem is baj, mert az ember azt se tudja még, hogy hol van, tehát még jó, hogy nem kell magára főzni, rögtön tömegének, mert akkor az egy nagy baj van lenne. Na, a második évtől kezdve, amikor már kis apartman bérel, mondjuk megosztja valamelyik csapattársával, hogy olcsóbb legyen, az egy hálószobásban ketten laktok, te alszol a nappaliban, ő a hálóban, és akkor osztoztok a költségeken, ö, és, és és a közlekedés, és hogy hova mész, és úristen, a Mississippi másik partján van a egyik tanórád, a következő a másik oldalán van, hogy találok ide, hogy érek oda. Szóval rengeteg megfejtendő feladat, egy olyan ország olyan nyelvén, amit igazából nem is tanultál, mert én azért brit angolt tanultam, és ott hirtelen rám köszöntek amerikai angolul, azt se tudtam, hogy, hogy mit akarnak tőlem, vagy hogy senki nem értette, hogy én mit mondok. Tehát Soha ezek. nem sírtál, hogy Hiányzóznak a ne. szüleid, anyukád, hát én, apukád? De én azért, de sírtam, bizony, én tudok sírni, bár nem sokszor szoktam. Általában egyébként lelki tényezők el oda, tehát fizikai fájdalom már nagyon régóta nem tud megrikatni. Mondjuk azért, amikor a nagy tércsérülésem volt kint szintén ebben a egyetemi versenyzési szisztémában, akkor azért volt a csírás de leginkább azért, mert tudtam, hogy, hogy valamilyen dolog történt velem, ami nem biztos, hogy visszafordítható. Ja, a lábadban tele vagy fémekkel. Mert... vagyok csavarokkal a jobb térdembe, ott szanaszét szakadtak a szalagjaim, keresztül, a szalag és minden, és a magamra, hogy a teljes magánya, a, a, a nem volt kivel megbeszélni ezt a, ezt a sorsfordító pillanatot, a, hogy fogok elmankózni a télkelős közepén, tényleg a tanórámra, hiszen ha hiányzom négynél több órát, akkor felfüggesztik az ösztöndíjamat, de ha felfüggesztik, mi lesz? Nincs pénzem repülőjegyre, hogy megyek haza? Szóval ezek, amikor így az ember elkezdi fölfogni azt, hogy, hogy nem csak egyedül van, hanem a problémáit senki, de senki rajta kívül nem fogja tudni megoldani, de még csak segíteni sem tud, vagy nem fog, mert hogy annyira porszem vagy egy 50 ezres egyetemen. És nem volt egy amerikai fiú, aki megérintette a szívedet, megte te az övét? Hát nem. Nem? Nem, nem, nem nagyon csíptem az amerikai nem. fiúkat valahogy. Nagyon jó volt a több nemzetiség is, választhattál volna. Hát onnan. igen, de bevallom neked teljesen őszintén, annyira hülye hangzik, annyira el voltam foglalva magammal. Először is a, 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 az, hogy meg tudjak ott ragadni. Tehát amikor az ember nem viccelek, éjszakában nyúlóan szótárazik. Tehát, hogy így úristen, elhangzott ezen az órán ez és ez és ez, és először ugye megpróbáltam magyarul jegyzetelni, hogy amit értettem, azt lejegyzeteltem magyarul, akkor rájöttem arra, hogy ez nagyon rossz, mert nem tudom, hogy milyen angol kifejezést használtak. Húha, akkor, na, akkor rájöttem, hogy nem, inkább angolul jegyzetelek, még ha nem is pontosan írom le a szót, de hogy tudom következtetni, de ugye nem voltak még ilyen Google Ford, semmi nem volt. Tehát ezt tessék elképzelni, hogy két hatalmas szótárral még azt is cipelni kellett, érkeztem meg az usa magyar, angol, angol, magyar, és az volt, és semmi. És akkor ezen kívül pedig, pedig a mutogatás, meg, a, meg ugye az, hogy az ember megpróbálja, megpróbálja el a nyelvet, meg hát persze nyilván számos ilyen felzárkóztató kellett becsatlakoznom, ami aztán a végén annyira jól alakult, hogy már a végén American Business English-t és mindenféle ilyesmét is tanultam, és, és, és már ugye a végén English Proficiency tesztem lett, és ezeket is kitűnően abszolváltam. Tehát, hogy azért az ember eljutott arra a szintre, hogy aztán a következő évtől kezdve már olaszul kezdtem tanulni angolul, mert azt mondtam, hogy jó, hát akkor lépjünk egy szintet tovább, és az már nagyon izgalmas volt, de azért az első év az borzasztóan nehéz, amíg az ember mind a magányjal, mind a az ismeretlenség, mind a hogy is mondjam, a furcsa kultúrával, például olyasmivel meg kell, hogy ismerkedjen, hogy egy ilyen, egy ilyen kollégiumban végtelen és még egyel többféle étel közül választhatsz a konyhán. Ugye? Tehát ott ott, ott, ott ráadásul abban a most is így van, de az volt szerintem a berobbanás az amerikai, mondjuk így kultúrában, ha egyetlen az a két szó így egymás mellett megáll Amerikában, hogy, hogy ez az all you can eat, hogy amit tudsz, amennyit csak bírsz, és amennyit lehet. És a tányérokon vége láthatatlan mennyiségű és, és méretű sztékek és hamburgerek. És nem volt az, mint egy ilyen magyar kollégiumban, hogy sorba álltam, elme megebédeltem, elmegyek. Ott órákig lehetett ülni, annyiszor mentél vissza, amennyiszer akartál. A fagyigép az végtelenítve volt. Tehát Annyit lehetett a fagyiból enni. Na most ugye ezt, ezt feldolgozni, hogy de nekem azért versenysúlyba kell maradnom, itt tőlem olimpiai szintű tornát várnak, könyörgöm. Hát itt nem úgy van, hogy én most itt drám szakadtak állani, és hát mert azért ugye minden reggel méreckedés, ami nem csak azért van, hogy a tornást kizsigereljük, és a, a menjünk ezzel, hanem tényleg van annak értelme, hogy próbáljuk megtartani ugye azt a legideálisabb testsúlyt, amit azért naponta 150-szer meg kell emelni a gerendán, meg a felemás korláton. Tehát ugye ezek is, amíg amik rájössz arra, hogy az önmérséklet az a te, az a te érdeket, hogy, hogy, és akkor kitalálsz ilyen hülyeségeket, hogy jó, akkor a bacsora zárása előtt csak öt perccel megyek be, hogy ne tudjak még csak fél, véletlenül sem még egyszer körbe menni, meg az ebédnél is. Üh, inkább, inkább nem is nézek oda, csak a gyümölcsöt veszem el, nem érdekel, mit tesznek a többiek szemellenzőt. tehát ezek apróságok, de... A zsokék szokták mesélni, hogy egy-egy verseny előtt jó beesznek, és utána mennek a vCB hánytatják magukat, de nem bírják megállni, hogy ne egyenek. Hát, ugye ez egyébként sajnálatos módon, ha ez így a zsokéknál is felmerült, ugye a azért ennek, ennek, azt kell mondom, szomorú, Szomorú hagyományai voltak, nagyon sok olyan tornásznőt ismertünk, volt Magyarországon is, de különösképpen külföldön lehetett látni a nagy akkor talán nem, szovjet vagy román csapatból, akik ezt, vagy anorexia, vagy a bulimia, ugye ennek a varkasérségnek a következményeit például úgy viselték, hogy a legtöbbjüknek a fogai kihulladtak az állandó hánytatástól. Ugye ez egy olyan, olyan savas. savas közeget teremtott a szájban, tehát hogy azért ez egyetlen nem tréfa. Én hál' Istennek nem voltam annyira hízása hajlamos tornász, figyelnem mindig kellett a súlyomra, mint mindenkinek természetesen, de erre, hál' Istennek erre a szintre sose jutottam el, képes voltam inkább megállni, hogy nem eszem. Még te nagy édesség falu voltál valamikor, nem? Öleg a fogyi. fagyi. <laughs> fagyit azt most, most is. Szerettem. a fagyi az egyik, az, aminek viszonylag a kis, mindennek ellen tudok állni, csak a fagyi kísértésnek, nem? Nem, tényleg úgy vagyok vele, hogy, hogy most már egyébként sokkal kevésbé, és, és ahogy az ember már régebb volt a fiatal, ugye? Változik az ízlése, tehát már kifejezetten kerülöm a gejl nem szeretem a nagyon, csak a nem édes édességeket szeretem, amik nem túl édesek, hanem, hanem a gyümölcs dominál benne, vagy mondjuk a csokoládéban a, 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 valódi kakaóbab íz, vagy tehát ezek, ezek izgatnak. És a, és a fagyi, meg most is azt gondolom, hogy ez meg egy annyira kellemes, és, és, ha jó a fagyi, és ha tényleg gyümölcsös, és azt, hát azt sajnos még most is. és hogy vagy a, a Mert három férfit kellett meg kell etetned. Hát most már szana vannak lehet, mert nagyobbak, de azért amíg így kamaszodtak, addig azért általában a fiúknak hát jó étvágyuk most, van. Ez most nem is múltidős, ugye 17 éves a nagyfiam, ő most van abban a korban, hogy mindent, tehát így a falat is megeszi. is megenné itt mögöttünk. A kicsi, a 11 éves Adrián, ő még, őt még nem kapta el a gépszi így a mennyiségi étkezés terén. Férjem meg én, mi meg ugye próbálunk mértéktartóan étkezni. De főzni persze, tehát először is mindig azt szoktam mondani, hogy sokféle dolgot csinálok, de azért először és elsősorban anya vagyok és feleség, meg háziasszony. Meg nem azt tűnik, tűnik, mert mindenhol ott vagy, tehát annyi dolgozol, meg annyi szervezetnek, meg jótékonysági történetnek vagy a, az arca, meg a feje, meg a, hát, a mindene, hogy igen, 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 rengeteg minden igen, ez az egyik legnagyobb, egyébként visszatérve még az amerikai évekre, talán ez volt az egyik legnagyobb tapasztalásom, ez, ez a logisztika. Tehát ott is, ott is, hogy az ember megtanulja az életét szervezni. Hogyha abba az irányba megyek, és ma is így indulok el otthonra, hogy tudom, hogy át kell mennem Budára, vagy Óbudára, akkor végig gondolom, hogy egyébként milyen dolgokat kellene még ott csinálnom, amit, amit, adott esetben, ha már arra megyek, akkor az praktikus. És így élem a, hétköznapjaimat is, hogy, hogy, ha úgy adódik, akkor, és ott járok valahol, de el tudom ezt intézni, amíg várnék, akkor elintézem. Állandóan ugye ott van a laptop a táskámban, ha van fél óra üres járatom, akkor dolgozom. Van olyan, hogy várok a gyerekre a, a, az edzés végén. Természetesen akkor bemaradok a kocsiban ülök és dolgozom. Tehát, hogy ez, Részben, részben, ez is a, a, mondjuk így a, a módja annak, hogy hogy ö, jut időm ilyen relatíve soknak tűnő ö, dologra, de ez csak akkor indul el ez a fajta körforgás, amikor reggel mondjuk az ember fölkelt elsőnek, megcsinálta a férjének, meg a gyerekeknek a reggelit, mindenki megkap, megkapja az odakészített uzsonnát. Sőt, leültök együtt reggelizni? Az együtt az azért nem feltétlenül igaz, mert már a nagy fiú más időpontba indul, mert ő ugye gimnazista, neki, neki korábbra kell mennie, az Adrián, ugye ő rendes általános iskolás 38-as beérkezéssel kell, hogy menjen. Mi régebben, ha volt időnk, általában azt szoktuk csinálni, ha meg Hat, hogy a Norbi elviszi a Adriánt a suliba, és ha még mielőtt be kell érni a, a, kórházba, mondjuk van egy fél órája, akkor hazajön, és akkor együtt kávézunk, és akkor van egy, 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 pici közös, közös nyugi, és akkor onnantól indul be a nap. De én is megcsomagomnak azt, amit inkább elviszek magammal, mintsem hogyha rám jön az éresség, akkor bárhol bármit tegyek. Ezen már túl vagyok. Tehát az ember már én azt hiszem, hogy sokkal tudatosabb, sokkal jobban hiszek abban, amit én csomagolok, mert tudom, hogy hogy mit tettem bele. És, és nagyon sok minden egyéb. És van egy kialakult rend, hogy melyik nap megyek én a Lehel piacra, Ha én nem tudok menni, akkor leszervezem, a Norbe. Amikor oda megyek, akkor csak föl kell menni a szatyrokat, és akkor haza lehessen hozni. Szóval, hogy ez, egy, ez, ez nem egy másképp, de nekem nagyon-nagyon fontos, hogy az otthon, meg a gyerekek, meg a férjem rendben legyen. Tehát, hogy ez a bázis, minden innen indul ki, de ez ugyanígy igaz a kertre. Tehát most nyáron, hogy a virágok a kertben meg legyenek locsolva reggel, este, hogy ne szomjazzanak, hogy kiszedjem a kis pici gazta. Most van például idén először, hogy egy picit rendbe raktuk a, a kis zsebkendőnyi kertünket. Magas ágyásunk, most érnek a csodálatos, olyan fantasztikus ízű ö, koktélparadicsomaink, hogy ájulás. És ez egy, egyébként Idegnyugtató felhőjáték is. Tehát, hogy azért azt is ö, felmértem, hogy ennek nem csak okinaván az idős emberek életében van jelentőség, hogy egy kicsi szöszölnek ott még 90 plusz évesen a kertjükben minden reggel egy-két órát, mert ugye fizikailag is karban tartja őket, de mentálisan is, hogy az ember tényleg egy pár percre kikapcsol, felhörpinti a kávéját, kimegy, megnézi, picit meglocsolja, szól két szót a paradicsomaihoz, és, és, és állítom, hogy jobban indul a nap. És a fiúk mennyire tartanak igényt rád? Azon kívül, hogy reggelit elkészíted, meg ebédet kapnak, meg az alapszolgáltatáson Igen. túl, én úgy érzem, hogy nagyon, és igényelném is, hogyha nem így lenne. Szóval ilyen, ilyen tapadós, tapadós anyagyerek viszony van közöttünk. Nyilván a nagyfiam ezt a részét már kevésbé, de rá is gyakran rájön, hogy gyere anya, öleljük meg egymást, ja, hát a legjobb az gyere anya, ülj le, a hátam, <laughs> akarom, stb. So a szúnyog és még sorolhatnám, szóval vannak ennek ilyen cuki kis uh, uh, kitüremkedései. A kicsi meg, a kicsi meg abszolút, tehát ő, ő, ő kifejezetten szeret este van, hogy én leülök uh, úgy tévézem, hogy közben az ölemben a laptop dolgozom, de azért ilyen, ilyen kifejezetten a háttér, háttérként, akkor ő odajön, akkor átkarol, akkor rám dől, akkor beszélgetünk. Még most is rég nem kéne természetesen a 11 éves gyereket fürdetni, de imádok be menni hozzá a fürdőszobába, és akkor még ugye dumálunk. Ez nem kicsi mondta, kicsi hogy fürdetni, meghallgatja ezt a podcastot, és kiugrik a fotelből. Nem, 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 nem fürdettem a 11, 11 éves. Nem, 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 Például este nem, nem, amikor nem vagyunk, és akkor például az utóbbi időben csinálunk olyat, hogy, hogy zuhanyzik, én ott mellettem mondjuk, tudom, leszedem a sminkemet, vagy ilyesmi, és angolul beszélgetünk. És akkor, és akkor egy kicsit ugye nekem is jó érzés, hogy már hallom, hogy ő hogy formálja a szavakat, meg minden. Elmondatom vele, hogy mi történt vele aznap angolul, meg ilyesmi, ott közben ő hülyeskedik, természetesen ez jó. pancsol, egyebek. Én is egy kicsit ugye a nap, napnak így a lecsöngetésével ugye el vagyok magammal, akkor ugye 40 szer elmondom, de most már hagyd abba, most már ki, most már törőközzél, stb. 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 És akkor van ennek egy ilyen, egy ilyen ez, ez nem fizikai, ez lelki összekapaszkodás, de hát én nagyon fontosnak tartom. you De te jó anya vagy, tehát én nem tudom, hogy, hogy tudtad-e, hogy ez mivel jár, mikor vállalkoztál, és nem is olyan nagyon fiatalon lettél anyuka, de hogy erre Már a mai perspektívából nézve. Most már de, igen, akkor igen, még igen, nem. 36 voltam, amikor az első gyermeket volt. Igen, tehát akkor ez már majdnem késői volt, ilyen igen. utolsó pillanat, igen, tehát igen, igen, már igen. most már 45 évesen is simán szülnek. Igen, első, vagy, első gyereket, igen, ami igen. azért az kicsit, én is azt gondolom, hogy egy picit talán nem is a rizikó része, hanem tényleg, tényleg ö, ö, eléggé, elől elő van így korban. Ettől függetlenül, nézd, Ugye nem tudjuk, nincs olyan könyv, ahol le van írva, hogy milyen a jó anya definíciója, fogalmunk sincs, hogy mit jelent ez. Nekem Fantasztikus emberek voltak a szüleim, a lehetőségeikhez képest azt gondolom, nagyon sokat adtak elsősorban lelkileg, kultúrában, hát az szeretették. Egy az, hogy olimpiára jutott el, hát, amiket régen meséltél, hogy azért ezt a kisgyereket, amikor öt éves volt hozni, vinni fony, kellett. Fony. Tehát hát, apám. Magától nem megy ez a történet. Ez így van, apám nyugodtan mondhatom, hogy a művész pályafutását idézőjebben beáldozta arra, hogy engem hozom vigyen nap, mint nap, egészen odáig, amíg nem tudtam önállóan közlekedni. És utána is azért, azért ez az életforma, hogy ha egy gyerek a 5 óra 55-ös buszt el kell, hogy érje Pilisboros Jenőről, akkor ahhoz a család, és nem csak az anyukám, az abukám is hát fel. nem volt autó? Nem volt autónk. Nem, volt, nem autónk. volt autónk. Úgyhogy ez, igen, ez sok, sok dologban, amikor is szülőként végig gondolom, hogy mi mindent igyekszünk megadni a gyerekeinknek, mindent, talán többet is néha, mint kellene, hogy van jól tesszük el, mert azért, hogy az élet azért olyan feladatok elé állított minket, egyszerűen azért, mert nem volt több, mert nem volt más, mert nem volt eszünkbe se jutott más lehetőség, ami biztos, hogy a napi edzettségünkhöz, a lelki edzettségünkhöz, a feladatmegoldásokhoz, az az, hogy én az USA-ban azért, azért ezeket a nehéz helyzeteket valahogy mégiscsak átvészeltem egyedül, és nem adtam föl, és visszajöttem a versenytornában mondjuk egy súlyos tércsérülés után, és, és a többi, és a többi. Biztos, hogy előzménye volt az, hogy azért a kicsi gyerekkortól kezdve egy rendszerben, egy napi szigorban, egy napi, hogy is mondjam, jól az időt jól menedzselt ö, életet próbáltam vagy élni, és ebben persze nagyon sokat segítettek a szüleim, ö, és visszatérve arra, hogy hogy milyen a jó szülőség. Tehát a jó szülőség elsősorban a, a, az ott lét, fejben, lélegben, testben, a, a gyerek közelében, ö, ö, nyilván a... a, a az elmének a kinyitása sok-sok dologra, ugye mi nagyon nyilván az ő érdeklődési körük miatt is, ezt apám verseket szavalt nekem. Úgy mentünk haza ezeken a hosszú utazásokon, hogy József Attila eh, itt akár, akár kése és iratójától elkezdve a hazámcivű versenyt állt az ódáig. Én ezeket azért tanultam meg fejből, mert apám fejből szavalta. És aztán lehet mondani, hogy ennek semmi értelme. De, 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 mikor? Ennél többet nem adhat egy szülő, <laughs> szerintem a gyerekének. És én is azt gondolom, hogy ennek azért volt jelentősége, mert olyan sokféle irányba nyitotta ki az én kis csápjaimat, aminek aztán később egyébként az újságírói minőségemben nem lehetett tudni, hogy mikor, de már számtalan szorbe bizonyosodott, hogy eddig is használt vettem, és valószínűleg most is. Leginkább a kíváncsivá tételemben, tehát hogy a világra való nyitottságomban. És ez a helyzet a zenével is, hogy mikor Csajkovszki szólt, vagy, vagy Beethoven, vagy, vagy Liszt, vagy uh, Kodály, akkor, akkor azért uh, uh, tudtam értékelni ennek ezeknek És tudtad, a hogy mit hallasz főleg, nem csak értékelni, hallom. hanem otthonosan szólt neked igen. ez a zene. A másik kérdésem függőben maradt a, a digi Digisporttól, ahogy ja, eljöttél. Hágyan. És ez is azért az edzettséged és a kitartásod, hogy ott azért nem omlottál össze, hanem hanem akkor azt mondtad, hogy akkor a saját kezembe veszem a sorsom, mert azért annál nagyobb pofon, hogy nem a teljesítményt értékelik, és azért a digisportnál te nagyon komoly munkát végeztél, de hogy ez nem számított. Nem, ez így van. Az Igen, az, az egy elég, elég hogy mondjam, fájdalmas felismerés volt, hogy az embert nyilván többször éri mi az életében. Ugye én ott alapító voltam valóban, amikor ez a sportcsatornál indult, és és talán rengeteg olyan dolgot mondhatok, amit, amit így a szakmában elsőként kezdtem el, hiszen amikor a Bajnokok Ligájában, mint női műsorvezető, labdarúgó műsort kezdtem el vezetni, nem volt erre azért előtte nagyon példa Magyarországon, és, és meghonosítottam azt, hogy, hogy férfi szakértőkkel együtt igenis ez egy teljes értékű műsor lehet azért, mert egy nő csinálja. Vagy amikor a német labdarúgó bajnokságban szegény megboldogult Vargazolival órákig elemeztük a Bundesliga alakulását, és, és ezek azért megint csak nem voltak jellemző helyzetek. Már csak azért sem, mert Zoli nem volt egy könnyű ember, és nem fogadott el mindenkit. De hogy éppen engem elfogadott, és megnyílt nekem, és tudtunk beszélni minőségi módon sportról, ezek nagy dolgok voltak. És ugye ott is volt sorozatom, amelyben a művészeket és a sportolókat ö, vontam egybe egy közös beszélgetésbe, 200 epizódot ért meg a vendégjátékos, ami egy, egy általam nagyon szeretett beszélgető ö, műsor típus volt. És, és, hát persze, nagyon ott is volt, ugye a Rio Olimpiát végig tudósítottam, készítettem Wimbledonban, éppen amikor Babos Tíme a párosban döntött játszott, óriási kétszer egy órás háttérfilm a Wimbledoni teniszbajnokságról, és nagyon-nagyon sok minden egyebet, és tényleg azt érzékelted, hogy miután az ember mellette mást is csinált, Hát az volt a konklúzió, hogy ó, hát te megélsz a piacról is most akkor. Most akkor inkább hagyjunk lehetőséget azoknak, akiknek nincs ennyi lehetőségük. És ez azért tényleg azt kell mondom, hogy úgy, 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 rosszul esett. Hozzáteszem már akkor azért egy eléggé lefele ívelő, hát szakmai, szak, szakmai, vonalvezetése volt akkor sajnos a diginek, akkor már régóta nem történt semmi pozitívum, semmi fejlődés, semmi szakmai esmény, úgyhogy föl kellett ismernem. Ezt nekem egyébként egy nehéz folyamat volt, hogy mire ez a, ez a felmondás ez bekövetkezett, addigra én már igazából érzékeltem azt, hogy túl sok babér a jövőben már nem fog teremni. Én pedig úgy éreztem, hogy én erőm teljében vagyok. Tehát nagyon sok ötletem volt, ambícióm, szakmai elképzelésem, és akkor, és, és akkor egyszer csak ott találtam magamat, hogy jó, hát akkor ezt hol? és, és akkor egy ilyen szabadúszókornak tulajdonképpen így a, 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 az eredménye volt az, hogy aztán egy pár évvel később, akkor ez nagyon újdonság volt, elindítottam a saját YouTube csatornámat a Chisto channel és elkezdtem 2019-től kezdve podcasteket, illetve hát kifejezetten tartalmú igazából később kiderült, hogy sportvideókat készíteni, ami, aminek persze a legelején beszéltük, ugye, hogy a tartalomgyártás mindenféle multiplatform megjelenése van, ebből lehet televíziós műsort csinálni, mint ahogy csinálok is, ugye a TV2 családra, ennek a hanganyaga kimehet a podcast felületekre, amúgy egyébként a YouTube-nak van egy saját közönség, aki ezt fogyasztja, és még a leíratainak is van eh, olvasó közönsége, úgyhogy, eh, na de ezt producerként előállítani, megtalálni hozzá a, a, azokat a kollégákat, hogy ez minőségi legyen. Mert azt mondtam, hogy ezt csak akkor vagyok hajlandó csinálni, hogyha azzal a szemlélettel tudom csinálni, hogy én eddig is szerettem volna máshol is, de itt ottam, de nem kaptam rá lehetőséget. Akkor most megcsinálom azt, hogy én szeretném. Ha kell, sztedikemet bérelek, ha kell, drónos kamerát bérelek, ha kell, kamerát, attól függ, hogy mit forgatok és kivel, Hangmérnököt viszek, hogy, hogy jó legyen a hangminőség, jó operatőrökkel dolgozom, akik értik a sportot, akik szeretik, és leginkább olyan témákat és olyan embereket szeretnék közel, hozni a nézőkhöz, a fogyasztókhoz, akiknek a személyisége fontos, hogy meg. megjegyjék. Akkor köszönetet kell mondanod a Diginek, hogy Ó, így ragult. Hálás vagyok. Igen, köszönöm szépen. Nem, ez egyébként, én ezt ott is megcsináltam volna, hogyha valaki ha nyitott erre, és azt Persze. mondja, hogy figyelj, igen, csinált hétről hétre, itt a kapacitás, itt vedd igénybe, adjuk hozzá a stábot, de nem volt rá nyitottság. És én mindig azt mondtam, hogy, hogy, hogy azt meg nem szeretném elérni, hogy előbb-utóbb azt találják ki, hogy mit kell. Én hagyjék el, hogy amit én szeretnék, azt azért szeretném, mert tudok a néző nézőfejével gondolkodni, hogy az jó lesz, hogy annak a végeredménye arra kíváncsiak lesznek. És most már nagyon boldog vagyok, hogy, hogy bőven túl a három milliós nézettségen a csatorna, bőven túl a 18 ezeres feliratkozói bázison, ami még egyszer mondom, egy organikus növekedés és, és minőségi sporttartalom. Tehát én tudom, hogy ennél vannak sokkal, sokkal nagyobbak is, de én nem vásárolok lájkokat Bangladesben, nem nincsenek, hogy mondjam, bot, chatbot feliratkozóim olyanok, akik növelik a számokat, de valójában nem létező emberek. Én hiszek, hiszek a, 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 valódi, valódi visszacsatolásban, és, 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 én ezeknek a nézőknek, akik, akiknek erre a minőségi tartalma van igénye, Még, Még nekik egy bucsi, kérdés, mert egy fél mondat volt, hogy Kecskés Norbert, doktor Kecskés Norbert megy a kórházban. Milyen fájdalommal, betegséggel lehet őt kórházban, és melyikben utolérni? Mert annyi szakvizsgája van, meg olyan sok fele volt, hogy most éppen mer. Igen, van. A Balsin Kórházban dolgozik, a, most éppen például a foglalkozás egészségügyi rendelésnek a vezetője azt viszi, de közben, hogy mondtad, hogy mennyi szakvizsgálja van éppen a neurálterápia szakvizsgára készül, úgyhogy ezt is Tehát ő is egyébként ez a lifelong learning, ugye ez az életen át tartó tanulás jegyében. Én nagyon támogatom őt abban, hogy szereti a hivatását, fejlődni akar, mindig új dolgokat tanul, de azért ne felejtsük el, hogy ugye természetgyógyász és úgyhogy a természetgyógyászati szakrendelése, ahol elsősorban táplálkozásnak a naturális megoldásaiban, gastroenterológiai problémákban segít, az, az, továbbra is megy, a pácienseit természetesen folyamatosan nyomon követi, és, és nekem ez egy nagyon nagy boldogság, hogy ugyanakkor leginkább a család, család egészségére pedig nagyon behatóan figyel, ebbe be

a baráti kör is, úgyhogy, úgyhogy most éppen túl vagyunk egy pár olyan műtéten, amit le kellett menedzselni, itt ott, a családi barátok között, de, de én boldog vagyok, hogy ő ezt, ezt ilyen szeretettel csinálja. Köszönöm szépen Csisztus Zsuzsánnak, és sok-sok élményt kívánok. Pár Nagyon szépen köszönöm. El. Önök hétről hétre csütörtökönként a Best Magazine podcast beszélgetését hallhatják. Ezekből az őszinte beszélgetésekből megismerhetjük az általunk nagyra becsült színészeket, zenészeket, művészeket, sportolókat, az életük legszebb, legféltettebb legfájóbb titkaikat.